Overstrand, Grace vagyok. Szia! Gondoltam, közlöm a jó hírt. Mégis megtartanám azt a kost. Ó, már elkéstél. Marcus rögtön lecsapott rá. Megörült neki. Marcus? Persze. Azt mondtad, semmi szükséged rá. Mert nem adtál elég gondolkodási időt. Tennem kellett valamit. Nem vették vissza, nekünk nem telt rá. Már eleve szólnod kellett volna róla. Azt hittem, szóltam. Igyekeztem tekintettel lenni rád. Akkor először miért nem akartad? Mert váratlanul tukmáltad volna rám. Ugyanezt mondhatnám a... Hisz? Fenébe! Ki volt az? Csak Hisz. Néha frászt kapok ettől a háztól. Kísértetet láttam a kamrában. Biztosan túl sok horrorfilmet nézel. Halloweenkor minden félelmetes. Tudjátok mit? Tökéletes az alkalom kísértetmesékre. Ki kezdi? Ó, hát majd én. Habár ez nem mese, hanem egy igazi, furcsa és bosszantó álom. Azokat imádom. Oké. A konyhában állok, és keresgélek valamit. De nem tudom mit. Csak az biztos, hogy az nagyon, nagyon fontos. Ahó! Ahó! Van itt valaki? Véget ér. Ugyanott, ugyanakkor. Mi lehet a függöny mögött? Fogalmam sincs. Talán jobb is, ha nem tudom. Nem csoda, hogy nem tudsz aludni. Én tudok egyet. Ez nem álom, egy mese. Egy magas, barna hajú, gazdag, titokzatos férfi feleségül vesz egy csodaszép lányt. Annak ellenére, hogy alig ismerik egymást. A fél sokat utazik a munkája miatt. Így átadja a hatalmas házának kulcsait a nehéjének. De arra inti, hogy bármit is tesz? Soha semmilyen körülmények között nem menj le a pincébe. Ez a pince kulcsa, de sohasem használhatod. Akkor miért adja át? Hogy próbára tegye. Micsoda basáskodó alak lehet. Folytathatnám a mesét? A férj elutazott, elment hetekre. Az ifjú feleség magára maradt az üres házban. Magányos volt, és halálosan unatkozott. Így egy nap, amikor a férje még távol járt, nem megtiltottam neked? Azt hiszem, most lefekszem. Ez nem volt félelmetes. Olyat tudok, amitől nem fogtok aludni. Már csak ez hiányzott rajta. Na jó.
Hűvös, sötét éjszaka volt. Még a hold sem világított, a csillagok sem. Egy fiatal lány egyedül vezetett a kihalt istenháta mögötti úton. Annyira fáradt, hogy alig bírja nyitva tartani a szemét, de tovább megy. Ilyettségében az út szélére vonszolja a tetemet és elrejti. Napokig abban reménykedik, hogy megúszta. Még el nem olvassa az e-mailjeit. És meginterjúval a kocsmában. Ó, üdv! Bocsánat, nem akartam megijeszteni. Jó nagy vihartomból. Igen. Azt hiszem, jobb, ha én is lefekszem. Menj csak. Beszélgettünk. És most tudom, hogy nincs semmi jogom ezt kérni tőled. De kérlek szépen, óvd meg Ashleyt. Kérlek, mondd, hogy nem ütöttem el. Segítened kell. Nem veszi diktafonra? Elromlott. De prima a memóriám, és időnként jegyzetelek is. Milyen szép helyen lakik. Kedves emberekkel. Boldog lehet itt. Az vagyok. Nos, mindig is ilyen birtokon dolgozott. A kiskoromban volt földünk, de apu tönkrement, és elment egy bányába dolgozni. Tudja, nemrég meghalt. Nagyon sajnálom. Ne is az édesanyja? Még kiskoromban lelépett. Nem is emlékszem rá. Próbálkozott már, hogy megtalálja őt? Számomra halott, soha többé nem akarom látni. Visszajött az áram. Igen, szuper. Majd utána lefotózhat. Hol a gépe? Tessék? Azt mondta, hogy lefényképezne. Majd később megszervezzük. Mit is mondott? Melyik újságtól jött? Nem igazi újságíró vagyok, csak... egy titkárnő... Eleve őszintének kellett volna lennem, de mindig is írónak készültem, és ez egy próbadarab lenne. Főztem kávét, gondoltam jól esne. Tehát ezt ki sem fogják adni?
Előfordulhat. Mondja, miért hazudott? Sajnálom. Mennem kell.